Elmegyek le Rendhagyó módját választotta a vita rendezésének egy érdi család, akik meglehetősen mogorva stílusban kérték meg a villanyóra felülvizsgálata miatt érkező szakembereket és a velük érkező ügyvédeket, hogy távozzanak. Nem sokkal később egy kis baltával is nyomatékosították kívánságukat. Egy másodpercet kaptunk, hogy elmenjen! Óvatosan, Gabi, hogy ne hulljon ki a hulladék! Óvatosan! Ő Szabó Károly érdi vállalkozó. Tavaly évelején látott egy ingatlan hirdetést a legnépszerűbb közösségi oldalon. Megtetszett neki, ezért felvette a kapcsolatot az eladóval, és jelezte, hogy cégének nevére megvásárolná. Hamar megegyeztek, 150 millió forintot kértek a házért, további 50 milliót a berendezésért. A szokásosnak induló adásvétel május végén vett furcsa fordulatot, amikor a vállalkozó már 180 milliót letétbe helyezett a tulajdonosok ügyvédjénél. Az egy ilyen tájékoztatott arról, hogy ő nem hajlandó egy per egybe beegyeztetni az ingatlant a cég tulajdonába, mert a felesége nem engedi neki. Kénytelen voltam belemenni a második adásvételibe, ott november 21-én. Fogják birtokba adni, de szóba engem arról tájékoztatott, hogy sokkal előbb meg fogja oldani. A tulajdoni lap szerint Károly cégét tavaly márciusban be is jegyezték a ház és a hozzátartozó telek egyedüli tulajdonosának. Majd elérkezett november 21-e. Az a határidő, amelyet a korábbi tulajdonos vállalt, hogy addig átadja az ingatlant. Ez azonban nem történt meg. A vállalkozó történetéről a Blick írt először. Októberben nagyon sokszor próbáltam őt keresni, egy hónappal az átadás előtt, folyamatosan vagy nem értem el, vagy a megbeszélt időpontban nem jelentkezett, ne le sem mondta, tehát egy olyan magatartást tartott, ami számomra elfogadhatatlan volt. Ügyvédjével először felszólították a korábbi tulajdonost, hogy adják át a házat Károlynak, valamint a vállalkozó megpróbálta átiratni a nevére a közműveket is. Az áramszolgáltatónál azonban akadt egy kis probléma. Ekkor derült ki, hogy az ingatlanra nem látnak szerződést, sem a gáz, sem a villany vonatkozásában. Feltételezem, hogy ennek következményeként az áramszolgáltatás megszüntetésre került az ingatlanon. Az ingatlanon kívül elhelyezkedő oszlopon az árammérő óra leszerelésre került, majd kis idővel, néhány nappal ezt követően már az ingatlan kerítésen belül egy oszlop létesítésre került, és azon az árammérőre felszerelésre került, és újra áramszolgáltatást kapott az ingatlan. Azt viszont nem igazán értik, hogyan lehet újra áram a házban, ha ebbe a tulajdonos, azaz Károly nem egyezett bele. Sőt, az is kérdéses, hogy addig hogyan volt az ingatlanban, ha a szolgáltató nem is látott a rendszerükben szerződést. Ráadásul, mivel a tulajdonos nem Károly, hanem a cége, ezért rezsicsökkentett áramot nem is kaphatnak. Károly és ügyvédei panaszt tettek az áramszolgáltatónál, akik felülvizsgálatot rendeltek el. Ez azonban nem sikerült, mert a bentlakók nem engedték be a szakembereket. Ekkor készült az ominózus videó. Ezzel kapcsolatban ugye a megfelelő jogi lépéseket megtettük. Károly az érdi rendőrkapitányságban feljelentést tett, a nyomozást egyébként el is rendelték az ügyben. Megkerestük az EON-t, de a vállalat a folyamatban lévő rendőrségi eljárás miatt nem adhatott bővebb tájékoztatást az ügyben. A házban lakók nem csak a szakembereket és az ügyvédeket fenyegették, Károly is válogatott szidalmakat kap. Hol üzenetben, hol telefonon. Minket nagyon nehezen érint, mi decemberben sajnos nem volt karácsonyunk, mert mi életveszélyesen meg lettünk fenyegetve. Hát lelkileg nagyon összezuhantunk, igazándiból el sem tudom képzelni, hogy mi lesz ennek a jogi útja, vagy ez hogy fog megoldódni ez az egész ügy. Kezdjünk el lassítani, mehetünk azért. Itt bal oldalt van ez a fehér ház, ez az én házam. De egy borzasztó, hogy birtokba se tudom venni, be se tudok jutni. Ez az pillanatra megállhatunk, de nem tudom, nincs jó érzésem ezzel kapcsolatban, mert itt baltával megfenyegették az embereket. Nem is akarsz akkor kiszállni? Nem, én nem merek itt kiszállni. Mi mergettünk fenyegetve, úgyhogy köszönöm szépen, de ezt inkább elengedném most. Bízok az igazságszolgáltatásban, hogy valami fog történni. A különleges bánásmódot mi is megtapasztalhattuk. Amikor Károly elment, visszamentünk a házhoz, hogy készítsünk néhány felvételt, és megkérdezzük, mit gondolnak az eseményekről. Diszkréten jelezték, örülnének, ha inkább távoznánk. Hiába tulajdonosa az ingatlannak Károly, saját maga nem veheti kézbe az irányítást, ugyanis az önbíráskodás lenne, amiért őt büntetnék.
A vállalkozó és ügyvédei bírósághoz fordultak, és ideiglenes intézkedést kértek a birtokátadás kapcsán. Válaszoltak ugye a keresetre és az ideiglenes intézkedésre, természetesen mindent az általánosságban vitattak, és azokra olyan indokokra hivatkoztak, amely szerint ő a családjával, a bentlakók nem tudnak hova költözni, albérletet nem tudnak kivenni, ezen kívül pedig egy diósdi ház építkezésére hivatkoznak, ahol nem sikerült befejezni az építkezést, és ezért sincs hova menjenek. A mai napon ott tart az ügy, hogy a tudomásomra jutott meg a Facebookon is kiposztolták, hogy vett egy nagyon drága BMW autót, illetve azért nem tud most ingatlant venni magának, vagy nem tud kiköltözni, mert autót vásárolt. Károlynak most egyetlen lehetősége van, hogy hozzájusson tulajdonához. A bíróság elrendelheti, hogy hagyják el az eladók a házat. Ha azonban ekkor sem teszik meg, végrehajtási eljárás indulhat, és kiköltöztethetik a bent élőket. Ez viszont hosszadalmas folyamat. Ennek az ideje hasonló birtokperekben, sajnos az érdi járás bíróságon ez kifejezetten igaz, csak tárgyalást, az első tárgyalást is egy évre tűznek. Tehát amikor az ügyet megkaptam és érdeklődtem a kollégáknál, akkor konkrétan nevettek, hangosan nevettek rajtam, és azt mondták, hogy volt, aki áprilisban adott be egy keresetet, és februárra kapott idézést tárgyalásra. Az interjúkat múlt héten készítettük Károllyal és ügyvédeivel. Információink szerint szerda este valakik szétverték annak a biztonsági cégnek az autóját, akiket a vállalkozó bízott meg, hogy figyeljék a házat, nehogy eltűnjön a berendezés. Úgy tudjuk, a kocsiban ülő biztonságiért megütötték és megfenyegették. Az eset után a rendőrség honlapjára felkerült 3 elfogató parancs alapján körözött személy. A körözéseket az érdi rendőrkapitányság rendelte el. Az ügyekkel kapcsolatban megkerestük a Pest vármegyei rendőrfőkapitányságot, akik azt írták. Az érdi rendőrkapitányságon zaklatás és csoportosan elkövetett garázdaság gyanúja miatt van folyamatban büntető eljárás. Kollégáink a történtek összes körülményét vizsgálják. Az előzmények tisztázása folyamatban van. Károlyék az eladók viselkedéséből arra következtetnek, hogy nem is áll szándékukban átadni a házat. És attól félnek. Magyarázatuk valójában csak ürügy arra, hogy minél jobban elhúzzák a birtokba adást. Mi betartunk minden jogszabályt, és úgy tűnik számomra, hogy aki nem tartja be a jogszabályt, ott pedig nincs egy hatékony fellépés annak irányában, hogy a jogszabályokat ők is betartsák. A vállalkozó és jogi képviselői szerint ugyan most az ő ügyükről van szó, de a probléma könnyen rendszer szintűvé válhat. Sok ilyen eset ugyanis megingathatja az eladók és a vevők közötti bizalmat, valamint egy évtizedek óta jól működő rendszer tehet tönkre.